15. könyve ez már Bárdi László orientalista, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensének. Azt mondja, neki mindig az utolsó a legkedvesebb, az él benne legfrissebben. Ebben a kötetben az eddig tanult tapasztalatokat igyekszik összegezni. Olyan érdekes dolog volt, hogy amikor Kínában vagy máshol Távol-Keleten beszéltem kutatóemberekkel, tudós emberekkel, egyetemi tanárokkal, akkor ők a saját dolgaikat, tárgyaikat, régészeti, néprajzi, más egyéb emlékeiket jól ismerték. De azt nem, hogy esetleg ennek van valamiféle távoli, nyugati párhuzama. Ez pontosan ugyanolyan, mint aki meg nyugaton ugyanígy komoly tudós kutató embernek minősül, az megint sok mindent ismer. De érdekes módon az, hogy Erdélyben vagy a Székelyföldön nagyon különleges jelenségek vannak, amelyek Távol-Kelettel azonosíthatóak. És hát én Erdélyben is voltam 27-szer, ez talán följogosít arra, hogy a régészeti, a néprajzi, a szokásokra, a szólásokra, a népdalokra, tehát a tárgyi és a szellemi emlékekre vonatkozó dolgokban azonnal megtaláltam a párhuzamot. Ez számára érdekes volt, mert Urgui fővárosában, Ürümcsiben, a múzeumigazgató szobájában felhalmozva látta legutóbbi régészeti kutatásaik eredményeit, melyet úgy véli nem túl sokra becsültek. És amikor kérdeztem, hogy ez micsoda, akkor mondják, hogy mondta az igazgató, hogy valami nomád népnek az emlékei. Kész. Többet nem tudott róluk. Nem tudta, hogy például az üstök, azok egy hatalmas nagy, hát talán lehet úgy nevezni, hogy üstországúton, Távol-Keletről, ahonnan a nomád népek útja, a nagy népvándorlás elindult. Amikor a hunok, avarok, a türk népek, a jászok, a kunok és hát a magyarok is valahonnan és valamikor elindultak, nem tudta, hogy ugyanez a Kárpát-medencében, különösképpen hát a Székelyföldön, de magában a Kárpát-medencében is megtalálható. Ugyanaz, és csak Távol-Keleten, és csak a Kárpát-medencében. Ez talán-talán följogosít arra, hogy most már a kettő között tudjak párhuzamot vonni, és mindenféle nevetséges szidalom nélkül és azok ellenére tudjam ezt a párhuzamot könyvbe is önteni. Azért is a címe is a hunok, székelyek és a magyarok. Kínában sokan foglalkoznak a történelemmel, egyetemeken, múzeumban, levéltárban. Van Yizhang professzor, a pekingi Csiung Egyetem tanára több könyvet írt arról, amikor nagyjából a mai Kína és Mongólia területéről elindultak a lovas nomád népek nyugat felé, közben sok érdekes szokásról is beszámolt. Tudjuk meg Bárdi Lászlótól, aki mindjárt egy példát is említ. A hunok is mindig egy-egy nagyobb népcsoportot a sajátjukból visszahagytak. Amikor elindultak nyugatra, azért keleten is ott maradt, ott hagytak. És ugyanúgy nyugaton, amikor Attila halála után újra csak visszaindultak kelet felé, megint visszahagytak egyet. Ez a Zhang többek között azt is írja, hogy, és hát hadd tegyem hozzá, hogy akiket ott Belső Ázsiában megvizsgáltam, voltam ismételten a Csibó, a Helzse és így tovább más népeknél, akik nagyon büszkén mondogatták, hogy minket a hun őseink, az őseink ősei hagytak itt. És ez az elbentett Zhang professzor ez leírta, hogy például egyrészt ezt is leírta, és azt is, amikor a hunokat Ázsiában ők is Xiongnu-nak, tulajdonképpen ázsiai hunnak nevezték, de amikor az Uralhegységen túljutottak, akkor már Xiongzhen, európai hun, nagyjából ez a lett az elnevezése, és érdekes módon ő írta le először azt, hogy amikor a hunok Attila halála után bizonyos utódlási harcok voltak a gyermekei, a fiai között, akkor újra visszaindult a kelet felé, és ő írta le először azt, hogy ők Pannoniában, ő így nevezte a Kárpát-medencét, visszahagytak egy nagyobbat a saját hun népcsoportjukból, és ők itt maradtak, hogyha netán bármikor keletről újra visszajönnek nyugatra, ne ismeretlenek közé menjenek. Ugyanúgy vonatkozik ez természetesen
a keleti rokonaikra is. Ezért meri Bárdi úr több-kevesebb biztonsággal azt állítani, hogy az eredet kutatások terén nem elég az egy kérdésre egy felelet, ugyanis egy bizonyíték nem igazán meggyőző, hanem sokkal több oldalról kell körbejárni a témát. Már is itt a példa, amelyet saját kutatására támaszkodva állít. Finnországban ott nem találtam semmi mást, csak nyelvészeti bizonyítékokat. Egyetlen egyet, nem elég. Ilyen összetett kérdésre csak összetett módon. A régészetnek, az írott forrásoknak, a szóbeli és tárgyi néprajznak, az összehasonlító névzenei és vallástörténeti kutatásoknak, és legújabban pedig a régészeti genetikának van hallatlan fontos szerepe. Tehát összetett kérdésre csak 6-8 tudományág egybecsengő válaszával lehet megadni a többé-kevésbé helyesnek ítélhető választ. A székelység mellett a magyarság egyértelműen és többszörösen igazolhatóan az antik ázsiai lovasnomád népekkel, elsősorban a hunokkal és az avarokkal tarthatott fenn szoros, bátran rokoninak nevezhető kapcsolatokat, teszi hozzá a szerző.